Áldott karácsonyt kívánok a Kölcsei Televízió nézőinek. Az ünnepi víkendben minden a karácsonyról szól, filmek, ruhák és természetesen az ételek sem maradhatnak ki. Először azonban Szabó Sarolta mondja el, melyek az ismert és kevésbé ismert karácsonyi népszokások. A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus születésének a napja, és a magához a karácsony napjához, és a karácsony megelőző napon, amit vigiliának is nevezünk, vagy a köznyelben inkább úgy terjedt el, hogy vilia, tehát ehhez is számos népszokás hiedelem kapcsolódik ma is, és ezek részben a kereszténység előtti képzetekből származnak, részben pedig ugye az ünnep keresztény jellegéből erednek. A nagy ünnepre bőjtel, testi lelki tisztálkodással készültek az emberek. Azt hiszem, ez ma is így van, hogy karácsony előtt a lakást is igyekszik mindenki szépen rendbe tenni. A régi világban is így volt ez, az asszonyok takarítottak, főztek, a férfiak fölseperték az udvart, és az istállót is kitakarították, hiszen vendéget vártak a születendő kisdedet, és ünnep alkalmával mindig a legszebb házi szőkesabrosszal terítették le az asztalt, és ehhez kapcsolódtak olyan szokások is, hogy az abrosz alá, vagy az abrosz tetejére pársem szalmát, illetve gabona magvakat is tettek annak reményében, hogy a következő évben jó termés legyen, és aztán utána ezt a jószágnak adták, de voltak olyan vidékek a megyénkben is, vagy olyan települések, ahol az asztal alá tették a szalmát, ami a Jézus születését, a betlehemi istállót jelképezte, és a karácsony viliájának, tehát december 24-ét karácsony böjtnek is nevezték, és egész nap voltak olyan települések, vidékek, ahol a katolikus családok böjtöltek, és majd csak a harangszó után kezdődött a karácsonyi vacsora. A karácsonyi vacsora része volt a faszúj, ahogy nevezték vidékünkön, vagyis a bab, és a mákos bobájka, amit cukrosan ettek, hogy az új évben sok pénzük legyen. Hiszen még az is hozzátartozik a karácsonyi szokások történetéhez, hogy a középkorban karácsony volt az évnek az árása, tehát az év végét is jelképezte, és ezért a karácsonyi szokásokban is megjelennek azok a szokások, amelyeket például manapság már inkább csak új évkor gyakorolunk annak érdekében, hogy az új évben sok pénze legyen mindenkinek, tehát ezek az apró magvak, ezek vagy a magvakkal készült ételek megjelennek a karácsonyi ételeknél is. És ugye éjfél után, az éjféli mise után ettek sült kolbászt, hurcát, oldalas, tehát mindenféle olyan ételt, ami a disznóvágások után keletkezett, és a karácsonyhoz ma is hozzátartozik a mákos bobájka, vagy sok helyen a keltésztából készült kalács, mákos diós kalács, és ez is ezt a célt szolgálta, hogy a következő évben sok pénze legyen mindenkinek. Ebből a célból ettek például karácsonykor a szatmári területeken, a karácsonyi asztalon jelen volt az alma, a dió, a sütőtök, hogy ezeknek mind pénz és termékenység varázsló szerepe volt. A karácsonynak van egy nagyon fontos kelléke is, ha szabad így fogalmazni, ez a karácsonyfa, hiszen manapság a karácsonyfa nélkül nem tudjuk elképzelni. Azonban a karácsonyi szokásokban ez egy viszonylag fiatal elem, mert a 19.-20. század fordulójától kezdett el terjedni általánosan a karácsonyfa állítás szokása, sőt a nyírségi területen ez eltolódott egészen az első világháború utáni időszakig, de ezt megelőzően nem karácsonyfát állították, hanem életfát, termőágat vittek be a szobába, és azt kötötték a mestergerendára, és ez jelképezte tulajdonképpen a zöld ággal, ez is az új életnek a kezdetét, és ugyanúgy ezeket a termőágakat is először dióval készítették, a saját maguk által készített apró süteménnyel, piros almát tettek a karácsonyfára, de hát ez az alma nemesítése előtt, ez egy ilyen apró kis almákat jelentett, tehát nem arra kell gondolni, hogy azokra a szép nagy almákra, amit ma is lehet kapni, hanem ezek ilyen apró kis almák voltak, tehát ezeket tették a karácsonyfára, és ezzel díszítették,
illetve hát angyal került csúcsdíszként a karácsonyfal tetejére, régen pedig az angyal is jelen volt ezen a termő ágon, amiről beszéltem, és a gyerekek számára tulajdonképpen ez volt a karácsonyi ajándék, hiszen ma is elképzelhetetlennek tartjuk a karácsonyt, nem csak karácsonyfa nélkül, hanem hogy egymást megajándékozzák az emberek, de ez a korábbi évtizedekben azért nem volt annyira elterjedt, ilyen nagymérvű a egymás megajándékozása, hanem elsősorban a gyerekek kaptak ajándékot, és a korábbi évtizedekben maga a gyerekek ajándéka is az volt, ami a karácsony fára került. Ehhez a karácsonyi szokásokhoz kapcsolódtak még olyan szokások is, amelyek ma már, amelyeket nem nagyon gyakorolnak. Hát ilyen például a kántálásnak a szokása, ez egy ilyen énekes-verses köszöntőket adtak elő, inkább ilyen fiatal legények és fiúk elsősorban, és ők jártak kántálni a jó kívánságokat mondani, a karácsonyi jó kívánságokat, vagy a betlehemezés, amelyet ugyan ismerünk, de már így nem gyakorolnak a közösségekben, hanem csak így esetleg iskolában, óvodában adnak elő betlehemest a gyerekek, és megidézve Jézusnak a születését. Ma már hagyomány az is, hogy a család leül a televízió elé, és megnéznek közösen egy jó karácsonyi filmet, de hogy melyek ezek, arról Drabanc Róberttel beszélgetünk. Szia Robi, jó estét! Hát klasszikus karácsonyi filmek ugye valamennyiünk listáján ott vannak. Nincs karácsony Kevin nélkül, aztán ott van a Grinch, az Igazából szerelem, ezeket az ember szerintem ezerszer is meg tudja nézni. Talán sokan most már kifejezetten mondjuk angolul nézik, hogy ezzel egy kicsit csiszolják a nyelvtudásukat, de úgy gondolom, hogy teljesen megváltozott maga a filmnézési szokása is az embereknek. Ilyenkor karácsonykor vissza tudunk nyúlni egy kicsit a klasszikus filmezéshez? Hát a karácsony ez egy nagyon, mondjuk egy speciális téma. Van így néhány film tematikák közül, amik ennyire speciálisak, de a karácsony ez, pontosan ezt nagyon jó hozza az egész üzenetet, mert hogy maga a tartalom annyira rányomja a bélyegét a filmekre. Szóval, hogy mindenféle attribútumoknak ott kell, jelen kell lenni a filmben, hogy akkor legyen természetesen benne utalása boldogságra, utalása érzelmes állapotokra, esetleg a vidámságra, vagy az emelkedettségre, az attól függően, ugye, hogy milyen típusú a film. Szóval, hogy annyira speciális, hogy a műfaj függővé is válik. Tehát azok a filmek, szerintem azok az igazán jó filmek, és most ezt nem olyan értelemben, hogy a közönség miket fogyaszt, hanem olyan értelemben, amire ugye az emberek emlékeznek, vagy lehet, hogy az se jó, lehet, hogy a filmkritikusok emlékeznek szívesen, azok pont azok a filmek, amelyek olyan műfajokban próbálnak karácsonyi filmeket létrehozni, amelyek nem illenének a karácsonyhoz. Tehát, hogy létrejön az ütköztetés, a várt élmény, illetve a műfaj közötti ütköztetés. Mert általában, az, ahogy akkor visszatérve így az, hogy az emberek mit is néznek, meg mire is kíváncsi a karácsonyjal kapcsolatban, megvan a klasszikus műfajok, akár a romantikus, akár a vígjáték-szerű dolgok, akár értelemszerint a vallású témájú filmek, amelyeknek ez jól áll. És akkor tényleg ez egy ilyen mély érzelem, meg nagyon-nagyon erőteljes kötődés a filmekhez, csak hát ez egy idő után valljuk be őszintén azért uncsi. Tehát azért minden, az ember él mondjuk 70 évig, és akkor minden 70 éven megnéz úgy azt a 3-4 filmet, vagy esetleg úgy 10 évente bejön még egy új film, mert lesznek majd olyan sztárfilmek, vagy akár filmrendezők, akár színészek, akikbe nagyon nehéz amúgy bekerülni. Tehát ugye ez egy olyan, ennek az, ez a másik hátulütője, ha ennyire karakteres egy film központú esemény, hogy olyan nagyon-nagyon nehéz beférni, mert már megfoglalt minden hely. Megvan a top 10, a top 5, a top 3, ahogy akkor csak visszautalva arra, hogy hogyan néznek az emberek filmet manapság otthon, hát már ugye nem egyszerűen csak választanak, már megvan a lista, már ki vannak lőve a helyek, hogy mit kell választani, és oda nagyon-nagyon nehéz bekerülni.
Talán az is benne van, hogy az ember görcsösen félti az idejét, és úgy érzi, hogy na hát arra már végképp nincs időm, hogy valami selejtet nézzek. Ezért aztán ugye jönnek a különböző szűrők, mik a legjobbak, és akkor azon belül válogatunk. Hogyha egyébként ilyenkor talán több idő van, és egy kicsit megengedjük magunknak az esetlegesen rossz választást is, lehet, hogy mégiscsak több inger ér, és több jó is bejöhet. Úgyhogy akár érdemes úgy random belecsapni egy-egy filmbe, igen, vagy mit javasolsz? Ez különben inkább az éjszaka. Aha. Mert hogy ha most az ember rákapcsolódik bármelyik streaming oldalra, ma már ez ugye ez természetes dolog, hogy már nem is kell egy kattintás, és akkor már ott vannak az oldalak a tévéképernyőjén. De az igazi speciális választásokat azt az ember akkor érdemes megtennie, hogyha már egyedül van, mert a karácsonynak a másik fontos eleme az, hogy ez család. Uh-huh. Szóval, hogy ez szintén ugyanúgy, mint hogy a mozi forgalmazásnál is nagyon nehéz néha kilőni azt, hogy mi az a film, ami nagy sikerű lesz, és mi az a film, ami majd bukni fog. Az ember néha úgy gondol, hát ez aztán tényleg, hogy egy annyira selejt film, hogy aztán tényleg senki nem nézi, és amikor kilép az ember a vetítőből, akkor a sor meg lendál egészen a jegypénztárnál, mert annyian kíváncsiak rá. Ezzel így picit úgy óvatosan bánnék, de az biztos, mivel hogy családban nézünk általában karácsonykor filmeket, akkor azok a filmek működnek igazán jól, amely minden nemzedéknek mond valamit. Akár legyen ez animációs film, ugye ezt még nem is nagyon mondtuk, hogy hát még az animációs filmeknek a nagy időszak ez a decemberi időszak. Ez különben moziforgalmazásban is így van, hogy a legsikeresebbek azok az animációs és filmek. És miért van ez, hogy éppen a december a legsikeresebb? Hát ma van a leghosszabb, vagy a legrövidebb nap is a leghosszabb éjszaka, tehát a decemberben október közepétől kezdődően a mozi felértékelődik, értelemszerűen, mert hogy nagyon hosszúak lesznek az éjszakák, meg az estek is, az emberek többet járnak majd moziba, és ebben természetesen december a legfontosabb, hát maguk a stúdiók, bár Amerikában nem igazán karácsony környékén jönnek ki a nagy filmek, hanem ott teljesen más fogyasztási szokások uh-huh. miatt ott nyárra tevődnek át ugyanezek a dolgok. De nálunk ez úgy alakult ki, hogy azok a filmek, amelyekben sejtjük, hogy a legnagyobb hasznot hozzák majd, ezt valamikor december környékén kell bemutatni. Hát adott volt, hogy mi éveken keresztül a Star Wars-ot vetítettük, és hát maga a sorozat is általában úgy gondolkodott, hogy karácsony környékén kell bemutatni. Itt már az utóbbi időszakban lett volna áttérés a húsvéti bemutatásra, tehát a tavaszi bemutatásra, hát annak a pandémia keresztbe tett, mert attól kezdődően ez már nem működik, vagy nem Robi, működött. Nagyon fogy az időnk, és te tényleg profi vagy, szinte mindent tudsz a filmekről. Mit fogsz nézni karácsonykor? Hát azt elárulhatom mindenkinek, persze ezt úgy is tudják rólam, akik ismernek, hogy én azt szeretem a legjobban, hogyha egy amerikai szabadnapos nyomozó fehér atléta trikóban New Yorkban megszabadítja az embereket a terroristáktól, úgyhogy valami hasonlót fogok majd nézni én is. Hát nehéz dolga van szerintem a rendezőknek is, nagyon nehéz dolga van a színészeknek is, és lehet, hogy nagyon nehéz dolga van a nézőknek is. Minden esetre azt hiszem, hogy soha a történelem során ennyi eszköz nem állt az emberek lehetőségére, vagy a kezébe, hogy ha akarja, akkor tartalmasan töltse el a szabad idejét, úgyhogy reméljük, hogy sikerül a nézőknek, és abban is bízunk, hogy majd akár a ti filmklubotokban újabb és újabb filmes csemegét tudnak együtt el majd szolgatni, hogyha visszaáll ismét a normális élet. Úgyhogy köszönjük szépen, Robi, és köszönöm szépen. Boldog áldott karácsony kívánunk. Köszönöm a szépen. Fehér atlétás nyomozóval. Igen. Kedves nézők, akár az előbb említett filmeket is megnézhetjük, szépen felöltözve, csillogó ruhákban. Ezekről Rabócsi Renátával beszélgettünk. Karácsonyhoz közeledünk, és a csodálatos ruhaszalonodban vagyunk. Hogyan ünnepeljük idén a karácsonyt? Milyen öltözetet javasolsz? Segít-e ez átvészelnünk ezt a kicsit talán depressziósabb időszakot, ami ebben az évben úgy azért rányomta a bélyegét az életünkre? Azt gondolom, hogy a karácsony azért mindent rendet felülír. Itt általában a csillogás, az apró pici fények, a karácsonyi csoda az, ami a legfontosabb, és ehhez alkalmazkodva és ezt kiemelve fontos megválasztanunk az öltözékünket. Az idén nyilván a divat is
nem azt mondom, hogy egy picit leállt, de talán a tervezők is másképp alakították a kollekcióikat, illetve nem ez volt az előtérben. Ennek ellenére mik azok a divat színek, vagy mik azok a színek, amiket mondjuk idén karácsonykor, ha már csinosabbak akarunk lenni, választunk magunknak? A divat nem picit állt le, tehát rettenetesen visszaesett a forgalom, kereslet, főleg az alkalmi ruhaterén, mivel hogy alkalmak hiányában vagyunk. Most is nagyon-nagyon nehéz, mert még a családi körben sem tudjuk úgy megünnepelni a karácsonyt és az ünnepeket, ahogy szeretnénk. De pont én nagyon-nagyon számítok arra, hogy végre valami csoda ér minket itt az év végén is, és egy erős javulás indul meg a világban. Ezért ajánlom azt, hogy emeljük a karácsony fényét, hangulatát, csodáját azzal, hogy igen, egy szép piros, arany, ezüst, mindenki a mi szín, mind tónusban, mind hangulatában közelebb áll a szívéhez, azt válassza. Melyek nálatok a legnépszerűbb darabok egyébként idén, annak ellenére, hogy kevesebb volt az alkalom, mik voltak azok, amiket a leggyakrabban választottak a vendégek? Ez most nem csak idén, hanem én a tülszoknyák készítője vagyok, nálam leginkább a tülszoknyák azok, amiket keresnek, és most is mi egy évvégi kiárusítást tartunk éppen, és most is a tülszoknyák a legkelendőbbek. Sokan kapnak idén karácsonyra rabócsi tülszoknyát? Igen, nagyon sokan kapnak rabócsi tülszoknyát. Melyek a legkeresettebb színek? A piros, az arany, az ezüst, az ekrő, de nyilván nagyon sokan már a jövő évre készülnek bizakodva, hogy lesznek alkalmak, és leginkább menyecske ruhának, menyasszonyi ruháknak választják ezeket a szoknyákat, de nyilván nagyon jól mutat a fa alatt is. Bizakodunk abban, hogy a 2021 sokkal jobb lesz, mint a 2020 volt. Mik a tervek jövőre, vagy miket vársz trendben a következő évre? Mint elmondtam, én leginkább a tüllök készítője vagyok. Vannak menyasszonyok nyilván, és vannak nők, akik már előre gondolkoznak, és bízunk, teljes mértékben bízunk a jövőben. Megrendeléseink között is a hatalmas hercegnős menyasszonyi ruhák vannak továbbra is. És színekben mit vártok, vagy bármi trendváltozás, mondjuk a tülszoknyák fazonját illetően, vannak már olyan terveitek, hogy mik lesznek a változtatások? Mi szeretnénk teljesen megújulni, és vannak új, már készülnek új tülszoknyák, de nem csak tülszoknyák, hanem nyilván teljesen más vonal is. Erről még nem szeretnék beszélni, de nyilván a mi lelkünknek jót tenne, ha már egy kicsit mást is készíthetnénk, és erre is törekszünk. Melyik alkatra milyen jellegű ruhát javasolsz mondjuk az ünnepek alatt, akár ha tőszoknyában gondolkodunk? Tőszoknyában vannak egyenes vonalú szoknyák, és vannak bővülő pálifazonú szoknyák, rövidben is, hosszúban is. Nyilván aki nagyobb alkat, annak az egyenes vonalú szoknyákat szoktam ajánlani, aki viszont vékony, ott igazából minden fazon jól áll. Annyira nem kötöm soha azt, hogy kinek mi az a fazon, ami jól áll. Szerintem mindent fel kell próbálni. A tülszoknyák nagyon jól kiemelik a melderék csípő formát, ezzel nem csak, hogy kiemelik, formálni is lehet, tehát én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes megpróbálni a fazonokat. Hordhatjuk ezeket hétköznap is? Nagyon sokan hordják hétköznap is ezeket a fazonokat, igen.
És hogy ezekbe a gyönyörű ruhákba beleférjünk, hölgyeim, érdemes jól átgondolni, hogy milyen ételek kerüljenek az asztalra, legyen szó karácsonyról vagy szilveszterről, ebben Krivács András lesz segítségünkre. Szia András, jó estét! Jó estét, szia! Hát fényes mosollyal érkeztél, és egy csillogó bőségtállal mondhatom, hiszen, vagy nem tudom, csak én látom így, de még itt ez a kis gyümölcs kompozíció is, mint hogyha ünnepi fénybe burkolózott van. Ez szándékos volt, vagy ez most teljesen a véletlen műve? Hát természetesen szándékos. Hát hogy ne lenne szándékos, mikor a kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk, illetve vagyunk benne. A karácsony, ez az újjászületésnek az egyik speciális ünnepe, és hát mi a gasztronómiában is azt valljuk, hogy hát akkor legyen bőség, legyen csillogás, legyen ragyogás, legyenek finom falatok, és egy picit eltérő módon, amelyet szerintem nagyon sok tévénéző lát, ezek nem azok a kis finger food falatocskák, amelyeket szoktam mindig vinni magammal, vagy éppen bemutatni az új gasztronómiai remekeket, hanem maradtunk a hagyományoknál. 2020-ban én úgy gondolom, hogy egy olyan évet élünk a gasztronómiában, egy olyan évet élünk a mindennapokban, amelyben sokkal jobbá tudjuk tenni azt a karácsonyi hangulatot, vagy magát ezt a csillogó pompát, hogyha hagyományoknál, az igazi identitásunknál maradunk. És kimondott olyan ételekkel érkeztünk ide, vagy érkeztem ide a mai nap folyamán, amely valóban a tradicionalitást mutatja meg, illetve egy olyan ételsor lehet itt az asztalon, amelyet bármelyik házi asszony bármikor meg tud csinálni, bármilyen sütőben. Ráadásul. Csak nem mindegy, ugye, hogy hogyan és milyen fortélyokkal, akkor mutassuk be, András, hogy mi is van ezen a bőségtálon. Ugye egy hatalmas csülök néz velem farkas szemet, nagyon-nagyon incsiklandozóan, és mellette mindenféle földi jó gyümölcsök, zöldségek. Hogyan készül például ez a csülök, mennyi időt vesz igénybe, és egy hagyományos sütőben esetleg hogyan kell mondjuk ezt személyre szabottan elkészíteni? Ezt először is egy gyors pázba forgattuk be, illetve kentük be olajjal, és 6-8 órán egy alacsony hőfokon sütöttük a csülköt. Mellette természetesen megtalálható a vörös káposzta, a burgonya, a mindenféle földi jó. Nagyon sok helyen lehet most már narancshoz jutni, nem úgy, mint a mi időnkben, mikor mi gyerekek voltunk, emlékszem pult rám. Pult alól lehetett. Hát így van, pult alól lehetett egy-egy narancsot, de hát most bárhol, bármikor is, a C-vitaminban nagyon gazdag. És természetesen ott van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik gyöngyszeme, a szilva, amely aszalva, karamellizálva kerül rá a tára. A másik tálon a fokhagyma, amely szintén a magyarságunkat, a gasztronómiát. Az egy félbevágott fokhagyma, így van, ez megvan. És akkor azt mennyire kellett tisztogatni? Tehát magát nyilván a hártyát le kell szedni, mert ez elég ropogós maradna. Így van, de hogyha mi ezt úgy készítjük el, hogy a szép nagy fokhagymát ketté vágjuk és csak megsütjük, és amikor ezt mindenki is szeretne belőle venni egy cikket, ugyanis ez hozzátartozik a karácsonyi tradícióhoz, voltak olyan időszakok, amikor húst egyáltalán nem ettek, de ettek nagyon sok fokhagymát például. És ez sütőbe, bocsáss meg, sütőbe sül ez a fokhagyma, vagy pedig serpenyőbe? Ez simán egy serpenyőbe, olajjal, vajjal, libazsírral, kacsazsírral, nagyon... Hány perc körülbelül, mert én még ilyet soha nem csináltam, tényleg érdekes. 3-4-5 perc, attól függ, hogy mennyire forrósítjuk föl, célszerű egy teljesen átforrósított sütőt. Serpenyőt, így van, egy picike zsiradékkal, és akkor szinte csak rátenni, és saját magát, hogy ezt meg is fogja ugyanígy karamellizálni, és ez egy karamellizált fokhagyma. Ugyanígy ott a másik tálon ott van a malackcsászár, ott van a tarja, ott vannak az oldalasok, amelyet egy picikét azért, hogy legyen valami izgalom, egy kis barbecue-val meg lehet, mézzel meg lehet fényesíteni, szintén egy olyan 3-4-5 óra hossza, attól függ, hogy milyen hőfokon hőkezeljük ezeket a előre szépen beírdalt dolgokat. Természetesen a krokett az elmaradhatatlan, és azok a gyümölcsök, amelyek még frissek, épek, ezeket szintén meg lehet karamellel, cukorral futtatni egy serpenyőben, és teljesen üde színfoltja a karácsonynak, és természetesen az illat, amely
amelyet sugároz majd ezen az ünnepi asztalon, vagy az ünnepi asztalon egyáltalán, ez hát mindennél többet ér, és természetesen a család, a béke, a szeretet. Hát azt gondolom, hogy tényleg, ha valaki jól átgondolva ezeket előkészíti, és ad időt, mert ugye itt türelmesen sülnek ezek a sültek a sütőbe, addig lehet fát díszíteni, vagy asztal dekorálni, vagy sütiket felszeletelni, úgyhogy mondjuk a krokettet nyilván az ember frissen készíti, de a többit akár egy picit elő is lehet készíteni. Ha már itt az ünnepi vacsorának a megkoronázására is gondolunk, akkor ugye a desszert is elengedhetetlen. Mi az, amit tudsz ajánlani? Ugye a beigli egy klasszikus, van persze a beiglin túl is élet, de azért ilyenkor nagyon sokan szintén a tradíciót választják. Nekünk a hagyományos otthoni desszert az mindig a sütőtök szokott lenni, a menünek az utolsó felvonása a sütőtök, ez egy speciális, mondhatni katolikus szokás. Mi családunk az görögkatolikus, mi ugyanúgy például, hogyha húsvét van, akkor mi ismerjük a sárgatúrónak a fogalmát, az ízét, színét, karácsonykor pedig a sütőtök szokott lenni, elindul egy halászlével, és a végén pedig egy sütőtök zárja a és senki nem tiltakozik? Nem mondják azt, hogy unjuk már a sütőtöket? Hát mivel sütőtöket azt nem szoktunk sokat enni, illetve készíteni, ez kimondottan karácsonykor kerül mindig az asztalra, vagy karácsony közelettével, azért, aki a karácsonynak a gasztronómiájával, a hagyományaival, a történetével foglalkozik, az tudja, hogy Szent András naptól egészen december 24-ig van egy várakozása ennek az ünnepi menünek, és nem csak az ünnepi menünek, hanem a 24-e, mint Szenteste, egy meghitt családi ünnep, és hát ha nincs sütőtök, akkor semmit nem ér szerintem. Akkor nincs karácsony. Akkor nincs karácsony, így van. Tehát reszkesetek, betörők, sütőtök. Az mindenképpen. És a halászlé. És a halászlé. És másnap, karácsony napján álltok készül húsleves? Vagy azt... Nem, hanem mi a halászlevet szoktuk még napokig. Hát ha napokig nem is, de az első két nap biztos. Aha. Hát mi is így vagyunk vele, az szerintem egy halászlét tényleg egy karácsonyi igazi leves, és olyankor az ember azt ki kell egy pár napig élvezze. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük a finomságokat is, meg fogjuk kóstolni, és neked is, családodnak és kollégáidnak is áldott boldog karácsonyt és jó pihenést kívánunk. Viszont kívánom. Kedves nézőink, muszáj befejeznünk az adást, mert a kollégák nagyon megéheztek, és sajnos ez volt 2020 utolsó adása. Én további jó pihenést kívánok Önöknek az ünnepekre, és kollégáim nevében is köszönöm az egész éves figyelmüket. Találkozunk jövőre, viszontlátásra!